A Bacsák utcai Csemadok házban mutatják be Tarics Péter a Mi Széchenyink című könyvét. A csaknem 400 oldalas kiadvány Gróf Széchenyi István születésének 230. évfordulója alkalmából jelent meg, és a szerző 3,5 évtizedes kutató munkájának eredménye. A rendezvény október 20-án csütörtökön 18 órakor kezdődik. A Kortárs Magyar Galériában ezúttal a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tematikus tárlatát nyitják meg. Az érdeklődők a Mikrokozmosz című kiállítást tekinthetik majd meg, amelyet Nátyi Róbert művészettörténész méltat. A tárlatnyitó október 21-én pénteken 18 órakor kezdődik. Az alkotásokat november 11-ig lehet majd megtekinteni a Vermes villában. Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 66. évfordulója alkalmából a diktatúrák áldozatainak emlékművénél lesz megemlékezés október 23-án vasárnap 15 órától. Köszöntőt Hájos Zoltán polgármester mond, a szónok Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke lesz. Közreműködik a Szent György Kórus, Varga Rebeka, a Szent György Cserkész csapat, valamint a Szabó Gyula 21-es szakközépiskola diákjai.